Folytatnám a felüles feladatokkal, kezdeném a tipográfiával. Nekem volt tipográfiám, mivel Erasmusos vagyok, és a kreditszám miatt. Az első feladatunk az 25 darab experimentális plakát elkészítése volt. Itt az első felében Photoshopot és Illustratort használtam, illetve a második felében pedig processinget, és azon belül is a Hype csomagot kezdtem el használni. Ez egy hasonló könyvtár, mint a Bootstrap, előre megírt elemek vannak, amik segítenek könnyebben létrehozni, amit szeretnénk. Itt látható néhány plakát, ami Illustrator és Photoshoppal készült. Processinggel készültek, ezek teljes mértékben véletlenszerűek, csupán az elemek mennyiségével játszottam, hogy mennyi legyen a kompozícióra kivetítve, és az előző plakátból néhány motivumot és a múlt fél évben készült fontomat ötvöztem, használtam, és lettek ezek a plakátok. Itt megvan néhány színes is. Az egy experimentális tipográfia volt, mind font tervezés. Én nem teljesen csak fontot terveztem, hanem van néhány pattern animációm, amelyet majd később belemaszkoltam a betűkbe. Itt látható egy A betű, ez is processinggel is készült hasonlóan. Itt úgy volt a program, úgy van megírva, hogy az egerünket, ez a négyzet, és gyakorlatilag az egérrel formáltam meg ezt a B-t és a C betűt. Itt egy K betű pattern animáció, amelyet belemaszkoltam a K betűbe. K betű. Egy M betű pattern animáció. Még egy. És akkor ezt szintén egy M betűbe formáltam. Ez egy R betű, amiben raktam az előző pattern animációt, és van egy S betűm, meg még egy S, csak különböző. Mozgás. Egy V betű. Ennyi. Akkor folytatnám a tervező grafikai műtemi gyakorlatokkal. Az első projekt az a diploma arculat. Itt gyakorlatilag ez a motívum az ezelőtti kompozíciókból az egyik, amely megtetszett, gondoltam, hogy működhet. Itt lehet az a tartalomjegyzék. A képzőművészeti tanszéknek az elválasztó oldala gyakorlatilag az volt az alapkoncepció, hogy ez a körkörös dolog fog maradni, viszont mindenben nem megyünk, tehát a tanszék és azon belül még a szak, akkor ez a kör egyre jobban lebontódik, viszont lesz mindegyik közepén egy motívum, itt jelenleg egy kör, meg egy négyzet, meg egy vonal, és viszont szeretném majd később a színeket változtatni, hogy ne legyen nagyon egyforma az összes elválasztó oldal. Itt láthatók a tanárok, próbáltam ezt a motivumot valamilyen szinten visszahozni, és a köröknek, tehát felraktam a körvonalra a köröknek,
Itt látható a szakirány, a festészet, itt a körmes már majdnem le van teljesen csupaszítva, és hasonló módon itt is felraktam néhány helyre, sőt mindenhova, különböző helyekre a motívumot, és itt egy munkaoldal. Pár elment az internet. Ható vagyok? Igen, igen, abszolút, folytatod, én látlak. Bocsánat, csak úgy hallottam, hogy elment az internetem. Itt látható a borítókép, egy mockup, sőt, az egy animáció a borítóképhez. Ez így ennyi. A következő az a portfólió könyv. Ez a weboldalra épül, amit majd később meg fogok mutatni gyakorlatilag. Ugyanaz a motivum a közepén a kör. Itt látható egy tartalomjegyzék, egy elválasztó oldal, és néhány eddigi projekt, ami bekerült. Oké, ez ennyi. A következő a fotó, a Halász Dániel a konzulensem. Itt ugye volt a határ, mint téma. Nekem az alapkoncepcióm az volt, hogy a saját tárgyaimat a világba való kihelyezése, tehát úgymond az otthoni komfort, az itthoni komfort az valamilyen módon kivigyem a lakáson kívül, ezzel a saját tárgyaimat különböző manipulált fotókra helyeztem. A maszkom, a papucsom. Úgy készültek ezek a fotók, hogy először a kinti fotók készültek el, aztán utána hasonló szegőt segítem, majd végül Photoshopban összeraktam őket, és így jöttek létre ezek a manipulált fotók. A következő, ugye Behance-eket két projektet feltöltenünk, vagy felfrissítenünk. Én a jelenlegi dipó plakátokat raktam föl, mint plakátok. Itt készítettem egy screen recordot, és ezt felt... és ezt... látható itt. Maga a feltöltött munka. Tehát a második projekt az az idei Inktober volt, amit végigcsináltam, és ezt is egy projektbe összefoglaltam, és a legjobbakat beleraktam. Gyakorlatilag az Inktober koncepció az volt, hogy az aznapi szónak az első betűjét, illetve maga a szónak az értelmét próbáltam összekötni, és így készültek ezek az illusztrációk.
A következő az a web, Gyöngy Dániellel. Gyakorlatilag az oldalon látható képe, itt látható mockupon, ahogy a végleges változat ki fog kinézni. Itt egy animáció, ezek a kis bézier görbék mozogni fognak, igazából lebegni. Itt a jelenlegi weboldal görgetés közben, ahogy most jelenleg kinéz. Még hiányoznak azok a vigyúszak a közepéről, mert azokat, mivel nem volt eddig előéletem programozóként, ezért nem tudtam még azokat, és nem jutottunk el odáig, hogy azokat meganimáljuk. Itt látható a menü a mikroanimációkkal. Illetve ez a működés közben. Itt egy mockup, és a weboldal maga, amit most meg is mutatják. Szóval itt van, ilyen állapotában. Nem használtam templétet hozzá, mert nem nagyon találtam olyat, ami ehhez alkalmas lett volna. Hát működik ez a gomb. Itt ezek is, hogyha rákattintunk, akkor elvezetnek az adott weboldalra. Itt található egy helyen mi funkció, ahol gyakorlatilag magamról egy pár szó, hogy mik a skilljeim, eddig hány projektem volt, és hány év tapasztalatom. És itt ez a funkció, ahol ez egy kicsit lecsúszott, ahol gyakorlatilag e-mailt lehet nekem majd írni, és ezzel kapcsolatban megkeresni. És hogyha rálépünk a munkára, akkor gyakorlatilag most a Behance-re készült munkát raktam be, de valószínűleg ez a jövőben változni fog. És a saját projektet, a projekteket itt fogom külön csinálni. És ami kicsit nagyok a file méretek, ezért nagyon lassan tölt be. Illetve a végén majd lesz egy Behance gomb, ami még nem került be, de az átvezet minket a Behance-re. Illetve működik az egész tablet módban, mobil módban még nem, mert nagyon sok változót használtam, és gyakorlatilag itt a tablet mód. Igen. És itt is működik. Illetve azt hiszem, hogy ez még mobil módban is működik, van egy kis hiba. Ennyi az én prezentációm. Köszönöm a figyelmet.